Öt országból hívtunk művészeket az idén, és ez egy nagyon különleges szobrásztábor, mert utána néztünk, hogy nem nagyon volt még a világon olyan, hogy csak női kőfaragó szobrászok köztéri alkotásokat alkottak. Tudni kell róla, hogy 6 évvel ezelőtt egy óriási projektbe kezdtünk, nemzetközi kőszobor utat szerveztünk itt Kárpátalján. És lelkes, vidám társasággal bohóckodva, meg sok-sok örömmel faragtunk 2 héten keresztül. Elismert művész ott nála otthon is, meg nemzetközi szinten. Ebben az évben ez volt az 5. vagy 6. szobrásztábora. A művészek ott elutaznak már holnap, és fogadják szeretettel, szeressék, vigyázzanak rá. Jövőre már egy gyönyörű, rendezett teret találunk, padokkal, virágokkal, növényekkel füvesítve. A családi ekoszisztémának az energiája egyensúlyban van, és egy darab kőből lett ketté hasítva, és újra összeáll, mint ahogy a családi működés egy szívdobogás. Köszönöm szépen, nagyon szép volt a zene, és köszönöm, nagyon szép. Mindenki azt hitt, hogy a lányod megtanult, a férjed nem. Konyhai szavakat? Hát mondjuk igen, de nem részletes. És mindazokra, akik ezt az alkotást készítették, és főleg a családokra, hogy te szent kegyelmed segítse, támogassa, védje őket, s áldja meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Felolvassuk ezt a gyönyörű alkotást, amely a nemzetközi, Kárpátalja nemzetközi szoborutunknak már a 30-on felüli alkotása, amely egészen Galíciától Magyarországig is várhatóan szeretnénk átvinni még a román határon, a szlovák oldalra és Lengyelországba a műveinket, így egy kulturális hidat alkotva országaink között. Toppancsokat láttok itt, kis lábikákat. Itt van az asszonyi, aki rálép a férje lábára, mert pont most lesz holnap 2 éves házasságért, tudom a férjecskében. Egri nő vagyok, és én nagyon büszke vagyok. Ezért a városomat próbálom azért a szobraimon is megjeleníteni. Látjátok, van egy ház, ahol most éppen lakom, egy házikó, illetve a barokk templom, ami Egernek egy nagyon jellegzetes épülete, illetve ott vannak a szociál épületek, anyukám abból integet nekünk most. És az érdekes, hogy közben meg Magyarországot körbepakoltam már most, hál' Istennek itt is van. Ugye, és nagyon szeretném, hogy további együttműködés legyen itt Kárpátaljával, illetve Péterékkel is. Nagyon szeretném, hogyha folytatódik még ez az együttműködés, és nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehet a szobrom, és majd visszamegyek, és a hírét.